Tisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, tábornok úr, iskoláink képviseletében itt lévő kedves tanárok, vitézek, vitézirend tagjai, kedves cserkészek. A napokban kérdezte tőlem egy újságíró, hogy mi a katolikus iskoláknál milyen szempontot érvényesítünk a nevelésben. Elit iskolát szeretnénk, vallásos embereket akarnánk nevelni, vagy szakképzésre törekszünk, mifélét. És azt válaszoltam, hogy a nevében benne van. Mert a katolikus nem csak annyit jelent, hogy egyetem és általános, katholon, egyszerre egész. Az egész embert szeretnénk nevelni, aki test, lélek egységében, értelemből, érzelemből, ösztönökből, körülményekből tevődik össze. És így akarjuk őt elvezetni az Isten felé. A mai evangéliumi szakasz, amely keresztelő Szent János vértanúságáról szól, olyan szempontból is nagyon tanúságos, hogy Heródes Antipásznak, hiszen nem a nagy Heródesről, hanem annak fiáról van szó, aki kivégeztette keresztelő Szent Jánost, bár gonosz ember volt, de volt lelkiismerete. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy mindig zavarba jött, amikor keresztelő Jánossal beszélt. És amikor ezt a meggondolatlan esküjét valóra akarta váltani, szégyenben ne maradjon, valójában nagy szomorúságot érzett, hogy egy igaz embert ki kell végeztetnie. Még a gonosz embernek is van lelki ismerete. És hogyha mi az egész embert akarjuk nevelni, akkor föltétlenül nevelni kell a gyerekeknek, az ifjúságnak, de önmagunknak is a lelki ismeretét. Az iskolai tantárgyak között nincs tudomásom arról, hogy egyetlen egyben is szó esne arról, hogy a lelki ismeretet nevelni kell. Nem érdekes és elgondolkodtató? Hiszen a lelki ismeret egyedül ebben a világban, ami itt körülvesz bennünket, az embernek a képességei sajátsága, a belső énje, vagy ahogy a Szentírás mondja, hogy az ember szíve, az Isten és ember találkozásának a helye, amely megszólal, amely megelőzőleg, a cselekedetet kísérőleg, de utólag is tud nyugtázni vagy vádolni. Falu Tamás ócsa költője volt, aforizmája, nincs szúrósabb darázs, mint a lelki ismeret furdalás. Szent Pál apostol meghagyta Timóteusnak, őrizd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, mert mindazok, akik ezt elhagyták, hajótörést szenvedtek. Az élet olyan, hogyha nem követjük lelki ismeretünket, végül is célt tévesztünk, és egész életünk torzó marad. Isten ajándéka, hogy van lelkiismeretünk, amit azonban nevelni kell.
De mi legyen a nevelésnek a fő szempontja? Ebben a relativizált korban nagyon nehéz megmondani, hogy mi a jó. Jules Bendának az Írástudók árulása című könyve még a 20-as évek elején éppen erről szólt, ami a mai időkre teljesedett ki, hogy abba a helyzetbe jutottunk, hogy a jóra azt mondják, hogy rossz, a rosszra pedig azt mondják, hogy jó. És teljesen eldeformálódik az embereknek a lelkiismerete, és egy olyan kaotikus világban élünk, aminek a napi megnyilvánulási formájával szüntelen találkozunk. Már Petőfi is azt írta az apostolban, oly fekete a világ, mint a kibérelt lelkiismeret. Hát ma is elmondhatnánk sok esetben, hogy oly fekete a világ, mint a kibérelt lelkiismeret. Mert a lelkiismeretet el lehet hallgattatni. Tudjuk, hogy van beteg lelkiismeret is. Gyógytatók ezzel sokszor találkoznak. Ritkábban azzal, hogy valaki aggályos, skrupulózus lelkiismeretű, hogy mindenben bűnt lát. Inkább az ellenkezőjével találkozunk, hogy úgynevezett lax lelkiismeretük van, mindent könnyedén vesznek, mindent megmagyaráznak, más is így csinálja, a lelkiismeret fölösleges, bűn nincs is, de ez teljesen összefügg korunk elveszett Isten hitével. Ugyanis, ha megszólal valakinek a lelkiismerete, ami jót is és rosszat is mondhat, de történetesen vádolja a lelkiismeret a bűneiről, nem tud feloldozást találni. Nincs az a fórum, ahol megnyugtathatnák őt. Mi utólag, visszamenőleg nem tudjuk megbocsátani a bűnöket. Ott olyan valakinek kell megadni a bűnbocsánatot, aki az emberek egész egzisztenciáját birtokolja, hogy így mondjam, formálhatja, semmibe taszíthatja, vagy fölemelheti. Az Isten hit nélkül törvényszerű, hogy tagadni kell a lelkiismeretet. Jézus mondja is, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem aki a lelket megölheti, megsemmisítheti. Mindenki azt gondolná, hogy a sátán az. Nem. A lelket egyedül az Isten tudja büntetni és megsemmisíteni. Az Isten félelem, az Isten iránti szeretet növeli bennünk a lelkiismeretnek a valóságát és követését. Dosztojevszki írta, ha nincs Isten, minden szabad. És ezt látjuk a mai világban. Ezért nekünk, akik a katolikus iskolában tanítunk, nevelünk, magunkon kezdve a lelkiismeretet nevelni kell, hogy mi legyen az iránytű. Mondhatnánk azt is, hogy a 10 parancsolat. Ha 10 parancsolatot megtartaná az emberiség, annyi mindenre nem lenne szükség, nem csak nem lenne háború, igazságszolgáltatás se kellene, míg az ajtókra zárak se kellenének, mert nem lopnának az emberek. Tehát azt lehetne mondani, hogy egyfajta földi paradicsom a 10 parancsolat megtartásával itt volna. De mi az üdvösségre is el akarunk jutni, még inkább, ezért az evangélium szava az,
amely irányít bennünket, hogy a jó lelkiismeretet be tudjuk irányozni, és aszerint éljünk, s azt neveljük. A keresztény pedagógiának ősidőktől fogva egyik eszköze a lelkiismeret vizsgálat. Még a Szentmisében is utalunk rá az elején, bár nagyon röviden, ott inkább a tudott bűneinknek a megbánásáról van szó, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Igen, a keresztény pedagógia azt mondja, hogy napjában legalább este tegyük ezt meg. Loyolai Szent Ignác, akinek nemrégiben ünnepeltük megtérése 500. évfordulóját, azt mondta a társaságának, akármilyen körülmények közé kerültök, legyen az börtön, misszió, bárhol, a napi lelkiismeret vizsgálatról, de ők még a napközit is tartják, ne feledkezzetek el. Ebben nem csak az van, hogy milyen bűnöket követtem el, hanem a jót is számon lehet tartani, hogy hála Istennek jót tudtam tenni. Egy esti lelkiismeret vizsgálatban ezt is számba lehet venni, és meg lehet köszönni. Ugyanis az ember nem fejlődhet enélkül, mert az önismeret legjobb eszköze a rendszeres lelki ismeret vizsgálat. És mi a pedagógiánkban azt szeretnénk elérni, hogy az általunk nevelt fiatalok belsőleg legyenek kormányozva. Mert a mi hatókörünkből az iskola elhagyásával kikerülnek. Már nem lesz, aki figyelmeztesse mindig őket. De ha belsőleg kormányozottá válnak éppen azért, mert így neveltük őket, akkor a mi figyelmeztető jelenlétünk nélkül is törekszenek a jóra, és kerülik a rosszat, és ha mégis megtennék, akkor megbánják. Ez a katolikus nevelés egészéhez tartozó, nagyon fontos disziplína. Mert nincs a világi oktatásban, nevelésben lelkiismeret vizsgálat, és ha kell, azt követő bűnbánat. Egész mássá válna a világ, hogyha ezt megtennénk, de akár csak a családi életünk is, ugye mondja Szent Péter apostol, hogy ne nyugodjék le a nap úgy, hogy harag tartotok egymással szemben. Tudjatok megbocsátani. Ez is a lelkiismeretnek az egyik jó hatása. Elkezdődik az iskolai év, sok feladatával, előre nem látott gondjával, de indulunk. A Szentlélek kegyelmét hívjuk, Isten segítségével, és nagyon törekszünk arra, amit Szent Pál apostol kedves tanítványának, Timóteusnak, és ezáltal nekünk is mondott, őrizd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Amen.